A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ukrajna beintett? Elfogy itthon az üzemanyag? Elnézést, kellett egy figyelemfelkeltő cím, hogy belekattintsatok, de közel sem erről van szó. Viszont a helyzet egyfelől nagyon érdekes, másrészt hatással lehet, sőt hatással van az életünkre, tehát mindenképpen beszélni kell róla. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! Szeretnétek a délcegés acélos testeteket egy ilyen délcegés acélos terrudit viselni? Akkor irány a webshop és vegyetek egy ilyen pólót, mert hogyha vesztek ilyen pólót, akkor esélyt kaptok arra, hogy megnyerjétek a versenypályázásra felkészített Swiss sportot. Részletek és link a leírásban, valamint az első kommentben. Több hírportál is lehozott cikkeket azzal a fő állítással, hogy üzemanyag hiány, sőt, akár áramkimaradások is lehetnek, mivel Ukrajna felfüggesztette a kőolajszállítást a barátság kőolajvezetéken. A vezeték nem állt le. Továbbra is jön rajta orosz kőolaj, csak a Lukoiltól nem, hiszen azt szankció alá vonták, például a Rosneftől, ami egy másik kőolajipari cég, attól igen, ahogy az mögöttem látszik, Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter egészen odáig vezetett, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot az olajcsap elzárásával. Az ellátásbiztonság szempontjából ez rendkívüli veszélyt jelent. Teljesen érthetetlen, hogy az Ukrajna, amelynek európai aspirációi vannak, Unióhoz kíván csatlakozni, NATO-hoz akar csatlakozni, miért zsarolja Magyarországot, miért hozza lehetetlen helyzetbe és fenyegeti a magyar családokat. Hogyha a helyzet nem oldódik meg, akkor üzemanyag hiány is lehet. Az kétségkívül igaz, hogy egyenlőre pánikra semmi ok, mert a tartalékok szintje magas, a probléma nem azonnali, de szeptemberig megoldást kell találni. Habár van politikai nyomásgyakorlás a lépésben, a helyzet ennél lényegesen bonyolultabb. Ukrajna nem a csapot zárta el a vezetéken, hanem a Lukoilt szankcionálja, ami az orosz kőolaj kitermelés 16%-áért felel, míg például a Rosznyefti, ami nincs szankciók alá vonva, 33%-ot ad. A Lukoil behozatala amúgy fontos, mert évi nagyjából 6 millió tonna a magyar kőolajimport, ennek kétharmada jön Oroszországból, ennek a kétharmadnak pedig a feléért felel a Lukoil, vagyis az ukrán szankciók nagyjából a teljes behozatal harmadát érintik. Szijjártó Péter is megerősítette ezt, idézem, a keleti irányú csővezetékes import felét a Lukoilból nyerítse Magyarország számára, körülbelül 2 millió tonna kőolajat Magyarország és Szlovákia Lukoiltól szerez be Oroszországból. 2 millió tonna ide vagy oda, a piac mégsem reagált hevesen, amol például közleményt sem adott ki, és emlékezzünk például 2022-re, amikor többször lehet a szállítás, akkor lényegesen nagyobb volt a zavar, a MOL is adott ki, nyugodj meg, mert attól megnyugszol jellegű közleményeket, tehát sejthető, hogy most annyira talán nem nagy a gond. Ukrajna fő célja, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, amivel az ellenük folytatott háborút finanszírozzák. Érdekes kijelentést tett ezzel kapcsolatban Inna Sovsun, aki az ellenzéki holoszpárt törvényhozója Ukrajnában, így nyilatkozott. Több mint két éve várunk arra, hogy az EU a G7-ek valódi szankciókat vezessenek be az orosz olajvezeték ellen, és valójában abszurd, hogy hagyjuk, hogy ezt a pénzt azzal keresik meg, hogy ezt az olajat ukrán területen keresztül szállítják, ha ezt a pénzt aztán arra használják, hogy megöljenek minket. Elég egyértelmű a kijelentés, amit a számok is alátámasztanak. Tavaly Moszkva 180 milliárd dollárt keresett kőolajexporttal, és a háború eddigi költségeire nagyjából 210 milliárd dolláros összegeket találtam. Tehát elég jól mérhető a háborúból beletolt pénz, és az, amit megkeres a kőolajexporttal az agresszor ország. Ennek persze csak kis részét teszi ki az a mennyiség, amit most a Lukoil blokkolásával megvonnak tőlünk és Szlovákiától, főleg, hogy a Rosneft és a Tavsznyeft továbbra is szállít, például Kazasztánból Németországba. De nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna részéről további szankciók kivetése is tervben van. A másik cél a pedig már emlegetett nyomásgyakorlás. Magyarország ugye blokkolja a fegyverszállításokat Ukrajnába, és akadályozza Kijev EU csatlakozási törekvéseit. Nyilván ezen is szeretne változtatni az ukrán vezetés. Szakértők szerint azonban aggódni nem kell. Különböző átmeneti megoldásokkal sikerül stabilizálni a helyzetet. Például Szijjártó Péter bejelentette, hogy Bulgária hajlandó kisegíteni Magyarországot a Lukoil elleni ukrán tiltás idején, de
vannak más egyéb olyan vállalatok is Oroszországban, olyan kőolajipari vállalatok, amelyek nincsenek rajta a szankciós listán, tőlük meg lehet még vásárolni az olajat a barátságkőolaj vezetéken keresztül, és itt egy nagyon érdekes filozófiai hitvita jön be a képbe, ugyanis a kőolaj molekulák, amik megérkeznek a vezetéken, nem rendelkeznek egyenként útlevéllel, hogy meg lehessen állapítani, hogy ők honnan jönnek. Holoda Attila, az Aurora Energy ügyvezetője nyilatkozott a G7-nek, és a következőket mondta. Az ukránoknak valószínűleg azzal volt leginkább gondjuk, hogy attól a Lukoiltól fogadnak el pénzt, amely a háború egyik finanszírozója, és ennek tényleg nem túl jó az optikája. Emellett valószínűleg kicsit a magyar kormány alá is szerettek volna borsot törni, ha Alkapónéval üzletelsz, akkor legyen B-terved, mert lehet, hogy lecsukják. Érdekes például, hogy hogyan oldották meg ezt a problémát a gázpiacon. Az év végén, ugye 2025-re lejár az orosz-ukrán tranzit megállapodás, az ukránok nem is nagyon akarják meghosszabbítani objektív okokból. Ez nekünk nem feltétlen probléma, mert évek óta a déli vezetéken érkezik gáz, de Ausztriát és Szlovákiát a testvériség vezetéken látják el még mindig, nekik komoly gond lehet. Így meg is kezdték a tárgyalásokat, hogy az osztrák vagy szlovák szereplők vegyék át a tranzitot, így nem kell az ukránoknak az oroszokkal üzletelnie, ami ugyan egy látszat megoldás, de gyakran a politikában ennyi is elég. Hasonló megoldásra lehet számítani az olajszállításnál is. Lantos Csaba például Tusvágyfürdőn jelentette be, hogy a MOL más harmadik országokból vásárolt extra mennyiséget, így biztosítja az ellátást, meg hát ugye láttuk, hogy Bulgária is hajlandó kisegíteni Magyarországot. Kapkodni minden esetre, és főleg pánikba esni nem kell, hiszen Magyarországnak 90 napnyi stratégiai tartaléka van feldolgozott termékekből, azaz bekészítve áll ennyi benzin, gázolaj, kerozin, és nyilván, ezt amúgy uniós szabályok kötik meg, van finomításra váló nyersolaj tartalék is. És fontos hozzátenni, hogy nem a teljes importunk érkezik a barátság vezetéken, ugye például van adriai vezeték is, tehát ha valamilyen módon teljesen le is állna a szállítás a tartalékokkal együtt, még akkor is 5 hónapig ki lehetne húzni. Nemzetközi jellemzők ugye áramhiánnyal is riogattak, de Magyarországon a kőolajból előállított villamos áram aránya egyszerűen marginális, habár igaz, hogy az utóbbi kánikulával terhelt hetekben az így megnőtt fogyasztást gyakran pótolták. Viszont az jól látszik, hogy az elmúlt években 0,1 és 0,3% között mozgott az olajjal előállított villamosáram aránya, tehát ettől sem kell feltétlen tartani. Összegezve tehát, a jelenlegi ismeretek szerint lehet probléma, de csak akkor, ha elhúzódik a konfliktus, és nemzetközi elemzők szerint a feleknek ez amúgy vélhetően nem érdeke. Jól látjuk, hogy itt ugyan vannak látszott intézkedések, de a politikai nyomásgyakorláshoz sokszor ez is elég. És az is egy érdekes kérdés, hogy Ukrajna céltér-e a szankciókkal, hiszen, ahogy az látszik, Oroszországnak nem feltétlen tudnak vele komoly anyagi károkat okozni, de közben egy esetleges üzemanyag hiánnyal a szomszédos országok közvéleményét viszonylag könnyen magukra tudják haragítani. Hát ez csak a jövő fogja megmondani, hogy céltérnek vele, vagy nem. Az viszont biztosan látszik, hogy pánikolni nem kell, mert bár előfordulhat üzemanyaghiány a hazai benzinkutakon, szinte biztos, hogy ez nem az elkövetkező 1-2 hónapban történik majd. Írjátok le, hogy mit gondoltok, ezen felül pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk.